Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Folyamatosan bővül a hazai építőipar. Csak az elmúlt hónapokban több mint 700 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezési munkák országszerte. Nem véletlen, hogy Debrecent járva is minden városrészben látni kisebb-nagyobb építkezéseket. A Központi Statisztikai Hivatal elemzéséből kiderül, 2018 első negyedévében 3394 új lakás épült Magyarországon, 65%-kal több, mint egy évvel korábban. Mi az oka ennek a hihetetlen tempónak? Van-e ennyi vásárló? Meddig bővülhet még az építőipar? Többek között erről kérdezem vendégemet, Banna Lászlót, az egyik legnagyobb debreceni kivitelező cégügyvezetőjét. Szép jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket! Ezek döbbenetes számok, hogy 700 milliárd forint értékben kezdődtek el építkezések, 65%-kal több, mint egy évvel korábban. Mi történik az építőiparban? Az építőipar a elmúlt két évben kapott három nagyon komoly ajándékcsomagot. Ez most egy picit kezd is belerokkanni ebbe a ajándékba. Az egyik volt a lakásépítési támogatások, csak 5%-os áfa, ez egy nagyon komoly lökést adott az építőiparnak. A másik a uniós pályázatok, amelyek 2020-ig el kell készítenünk. A harmadik pedig azok a magán befektetők, akik részben pályázatok uniós hazai forrásból, részben pedig önerőből fejlesztenek, és természetesen a fellendülés kedvet adott nekik is. Ez a három dolog önmagában mindegyik egy jelentős fellendülést adott volna az építőiparnak, így most egy picit kezdjük soknak érezni. 2020. január 1-e ezek szerint egy varázsszám az önök életében. Remélem, hogy a mi életünkben ez nem lesz egy varázsszám, és nem a innestől kezdve 30-40% visszaeséssel számolunk. Mi biztosak vagyunk benne, hogy egy növekedő szinten tudunk maradni. Ugye azt mondja olyan, hogy szinte már-már belerokkannak. A belerokkanás, ezt hogy kell érteni? Már nem győzik annyi a megrendelés, már akár vissza is kell mondani munkákat. Tehát hogyan élik meg ezt a hétköznapokban? Mindenképpen meg kell nézni azt, hogy mik azok a munkák, amiket el tudunk vállalni, és minőségben, biztonsággal el tudunk készíteni. A minőség szót az hangsúlyozom különösen, tehát el lehet készíteni munkákat, viszont oda mennék vissza, hogy az építőipar hogy reagált erre a felfutó dologra. Először is a szakemberek, az előző években az építőipar egy nagyon alacsony szinten volt a építőipari megrendelések. A szakemberek egy része, ezt mindenki tudja, hogy távozott, vagy pedig más szakmát választott. Megpróbálták, az első lépés az, hogy a szakembereket megpróbáltuk visszahozni. Hozzánk is külföldről van, aki 4-5 évig dolgozott külföldön és jött vissza, de ez azért nem egy olyan jelentős. Tehát egyszer a szakember állományt valamilyen szinten próbáltuk növelni. A következő lépés volt az, hogy betanított munkásokat fölvenni. Ez azt jelenti, hogy a betanított munkásnál azért nem ugyanazt hozza, ha valaki 3-4 hónap alatt végezel egy ács, egy kőműves, egyéb szakmát, az nem ugyanazt tudja, mint az egy 3-4 év. Ez egy rövid távú kényszer megoldás, a semmitől jobb. Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy szerencsések, be tudtuk őket építeni a cégbe, ezeket az embereket is. Nekünk kivételesen nagyon sok, nagyon jó képzett szakemberünk van, fizikai és szellemi dolgozó, és hozzájuk könnyebben tudunk beépíteni fiatalokat. Gyakorlatilag ez, ami segít abba, hogy ezt a rohamot ezt túléljük, a másik pedig meg kell válogatni, hogy mi az a munka, amit el tudunk végezni biztonsággal. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok munkát nekünk is, ahol nem látjuk ezt, ott abból az ágazatból, például most a lakásépítésből visszább kellett húzódnunk, mert ott azt a igényességet burkolatba, vakolás, egyéb szinten azt nagyon nehéz teljesíteni. Ugye én úgy kezdtem itt a beszélgetés, hogy a lakásépítési illetően van ekkora növekmény, de ezek szerint egyéb területen is, ami az építőipart illeti? Igen, az uniós és hazai pályázatok a ciklusban sajnos itt is a végére tolódtak ezek a munkák, tehát az elején részben uniós előírások, egyéb jogharmonizáció miatt ezek tolódtak, és én úgy gondolom, hogy most ebben a másfél évben kell körülbelül 60%-át elkészíteni. Ezek a lakásépítés és az áfával ez együtt a lakásépítés áfájának az esetleges visszavonásával, vagy visszaemelése 27%-ra, ez egy nagyon komoly terhet jelent.
Na, az árról, hogyha már itt az áfáról beszélgetünk, az egy dolog, hogy 22% akkor megugrik. De most, hogy ekkora kereslet, azt is lehet látni, hogyha az ember elővesz mondjuk egy tavaly novemberi katalógust, építőipari katalógust, vagy elővesz egy mostanit, akkor igen jelentős az áremelkedés az alapanyagokban is. Igen, a alapanyagok emelése előtte nagyon visszafogott volt. Tehát gyakorlatilag nem volt emelés 3-4 évig, most nem az alapanyaggyártókat akarom ezzel védeni, gyakorlatilag visszafogtak az emelést a nagyon alacsony kereslet miatt, és itt most ezeket a korábban nem megtörtént emeléseket is áthárították. Gyakorlatilag ahogy a kereslet nő, emelték az árakat nekik is, a dolgozóknak a bére emelkedett, de egyébként a 2-3-4 évig elfolytott emelést hozták be. Én kevésbé a alapanyagárak is emelkedtek, azok kiszámítható módon, egy-két terméket kivéve, ott, ahol valamilyen probléma volt, sokkal nagyobb problémának érzem a munkabéreknek az emelkedését, illetve nem csak az emelkedését, hanem a szakembereknek a hiányát. És ezen a fronton, ezen a részen sokkal magasabb a munkabérnek a munkabéreknek az emelkedése, az markánsan nagyobb, mint az alapanyagoknak az emelkedése. Ugye ez nem is olyan régi hír, friss hír, hogy ugye, és most szándékosan egy másik munkaterületet, szakmát fog emlegetni, a szakácsok területén akkora a hiány, hogy a Balatonnál, hogyha már valamelyik étterem szeretné egy szakácsot felvenni, akkor már arról beszélnek, hogy több mint 1 millió forint annak a díjazása, holott néhány évvel ezelőtt azért nem volt ilyen magas. Ez érezhető önöknél, és hogy a szakember hiányról, hogyha beszélgetünk, hogy akár ilyen drasztikus béremelkedés is jelentkezik önöknél? Már most is vannak olyan területek, ahol ilyen szintű, ilyen pánikszerű árakat ajánlanak dolgozóknak, ezt darusoknak, mixer, gépkocsi vezetőknek. Ez a következő másfél évben ez még markánsabb lesz. Ahol valahol nagyon nagy baj van, és nem készülnek el dolgok, nincsen nagyértékű gépekkel, nincs aki dolgozzon, ott mai magyarországi körülmények között irreális árak is elhangzanak. Ezek viszont rövid távú dolgok, tehát ezeket az embereket, akit elvisznek egy stabil helyről, ott azért egy fél év múlva, ami helyt nem kell abban a pillanatban, megköszönik a munkáját. Hogyan látja, ez az ütem tartható-e? Debrecen hogyan fogja ezt megélni? Tehát, ha megérkezünk majd a bűvös időhöz, 2020-hoz, hosszú távon vizsgálva a debreceni építőiparnak a helyzetét, mi vár önökre? Hát én alapvetően optimista vagyok, és mivel lokálpatrióta is, ezért Debrecen tekintetében különösen optimista vagyok. Tehát mi egy tartós, hogy országos szinten mi lesz, azt nem tudom pontosan, szinte biztos vagyok benne, hogy lesz egy megtorpanás. Én ezt Debrecenben úgy gondolom, hogy ezt nem fogjuk érezni. Olyan szerencsés helyzetben van Debrecen, részben a nagysága, részben az elfoglalt helyzete, azon kívül pedig az a pár év, az a 2-3-4 év, ami most az utolsó időszakban történt, ha megnézzük, Debrecen sorra nyeri el ezeket a díjakat, amelyek vonzó gazdasági környezetként mutatják, és aki nyitott szemmel látja a betelepülő cégeket, látja a külföldi diákokat, mi erre kell, hogy készüljünk, hogy az ide betelepülő nagyon nagy számú cég, aki nem fog megállni 2020-ban, 21-ben se, hogy nekik tudjunk szolgáltatni. És nekünk arra kell készülni, hogy ez a tömegmunka, ami most van, hogy ezt csinálni, azt csinálni, hogyan tudunk olyan minőségi szolgáltatást adni, amivel 2020 után a ide betelepülő cégeket, magyar és külföldi cégeknek minőségi szolgáltatást tudunk adni. Na itt akkor már csak az lesz a kérdés, hogy a jövőben, hogy lesz-e szakember utánpótlás akkor is. Tehát így tudnak esetleg úgy együttműködni a szakképzőkkel, a fiatalok bevonásával, az ő pályaorientációba, akár önök tudnak-e hatással lenni, hogy a jövőben ne legyen kérdés, hogy találunk erre vagy amarra a szakember, és nekem ideális árakat fizet. Nincs más kiút. Tehát most ez egy túl nagy roham volt, és előtte mi korábban is úgy gondoltuk, hogy meg kell becsülni a szakembereket, képezni kell, fiatalokat nevelni kell, kezdve onnantól, hogyha mondjuk egy 13-14 éves gyerekeket meg kell győzni arról, hogy érdemes ácsnak lenni, egy 4 éve végzett burkoló csodát tud tenni egy fürdőszobába, egy lakásba, és megmutatni a diákoknak ezt az örömet, hogy ezt a sikereményt, és ne csak azt mutassuk meg, hogy az eső esik, a szél fúj, esetleg nincsenek kifizetve, hanem ez egy jó szakma, itt ez egy piacon jól eladható szakma, ez Nyugat-Európában is máshol is eladható, reméljük, hogy itt Magyarországon tudjuk tartani őket. Én úgy látom, hogy legalábbis a itteni oktatást látom, hogy megpróbálnak mozdulni, de természetesen nekik van egy tehetetlenségük. Egy 3-4 éves
tehetetlenség van. Én úgy gondolom, hogy nem az lesz, hogy most két év múlva már kevesebb munka lesz, akkor újra vissza kell építeni a szakoktatást, hanem amit elindítottak, azt tovább kell fejleszteni, és a minőség felé kell törekedni. És a legvégén azt gondolom, hogy egy nagyon rövid kérdés, nagyon rövid válaszsal. Az a fajta árképződés, ami most van, és látunk árakat az ingatlanok, és most visszamegyünk a lakásokhoz, az 2020 után megtorpalhat, visszaeshet, vagy mit gondolnak önök, hogy hogyan változhat? Itt nagyon nagy segítséget várunk a kormánytól, ami pedig egy állásfoglalás. Tehát ha sikerülne egy olyan állásfoglalást, vagy kapnánk, hogy 2020 után is valamilyen szinten tovább tudják vinni ezt a kedvezményes áfát, abban a pillanatban ez a pánik hangulat, ami most a lakásvásárlók és építők körében van, ez megáll. Tehát akkor ez egy kiszámítható dolog lesz. Nem, ez csökkenti azt a terhet, amit az uniós beruházások befejezésére terhelődik. Azon kívül, ha ez így sikerülne kihúzni, vagy tovább vinni még, akkor nem lenne egy olyan eset, amikor nagyon sok ember sérülni fog, mert nem fejezik be azt a lakást, amit bátran sokan hozzákezdtek, és nem járnak rosszul emberek, vagy nem szembesülnek vele, hogy esetleg szerződés nem jól kötötték, egy félig elkészült lakás, már nem azért az árért, hanem esetleg 3-4-5 millió többet kell fizetni. Ez nagyon nagy segítség volna, és ez nagyon fontos volna az egész ágazatnak, illetve hát minden embernek. Na hát, reméljük, jó, pozitívan fog alakulni ez az oldal, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam meg. Én köszönöm, és megtiszteltetés volt, hogy itt lettem. A vérkeringés egyike a legfontosabb szervrendszereinknek. A testünket behálózó érrendszer biztosítja többen között azt, hogy az oxigénben és tápanyagban gazdag vér a legapróbb sejtjeinkhez is akadálytalanul eljuthasson. Továbbá, hogy onnan a salakanyag és a használt vér mi hamarabb felfrissülhessen. De az ereket is számos veszély fenyegeti, melyek az egyes szövetek, szervek súlyos károsodásának a kockázatát hordozzák magukban. Ezen károsodások közül az egyik leggyakoribb és legveszedelmesebb forma az érszűkület. Erről kérdezem mai vendégeimet, Soltész Pár angiológus professzorulat és állandó szakértőként, Altórjai István gasztroenterológus professzorulat. Szép estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Érszűkület. Mit is jelent pontosan? Ahogy elhangzott az előbb, ugye, a tápanyagot, oxigént a sejtekhez az artériák szállítják, a verőerek. És hogyha a verőerek falát nézzük, és a második ábrát, hogyha betetszenek vetíteni, azon látszik az, hogy az életkor előre haladtával ez a fal, ez rugalmatlanabbá, merevebbé válik, és abban a zsírok lerakódhatnak, plakkok, netalántán még nagyobb elzáró részek alakulhatnak ki, és ezek az átáramló vér és oxigén mennyiségét csökkentik. Ezt hívjuk tulajdonképpen, vagy ezt jelenti az érszűkület. Számos olyan betegség van, amelyik az érszűkületnek a folyamatát elősegítheti. Az életkor az egyik tényező, természetesen, mert minden szervünk öregszik, de például a dohányzás, a ma abszolút népbetegségnek számító cukorbetegség, a magas vérnyomás, a zsírok felszaporodása a szervezetben, esetleg a fokozott véralvadással járó állapotok, és a krónikus vesebetegség is oka lehet annak, hogyha valakinél az erek, az artériák hamarabb kezdenek el szűkülni. Hogy kell képzelni az érszűkületet? Mondjuk, hogyha levetítem, és most más átfordítom mondjuk egy locsoló cső esetére. Tehát, hogyha látjuk, hogyha elkezdjük beszorítani, akkor ott visszaduzzasztja, és az ereg, vagyis magát a csövet jobban megterheli. Valami hasonló történik a szervezetben is? Hát lényegében hasonló, de azért egy kicsit ennél komplexebb a folyamat. Egyrészt, ahogy a tőprofesszor említette, merevébbé válik a cső, és szűkül. Tehát ez az egyik, hogy ennek megfelelően az áramlás redukálódik. De itt egy nagyon aktív patológiás folyamat zajlik folyamatosan, zsírlerakódás az érfalban, plakképződés, a plak tovább szűkíti, és a plak felszínén pedig vérrögösödési mechanizmusok zajlanak, amik vérrög formájában akár a plakot elzárhatják, vagy a plakra rakódva elzárhatják a eret, és akkor következnek be a
a súlyos klinikai következmények, a szívizominfarktus, a szérütés, a stroke, vagy az alsó végtag esetében a alsó végtagot fenyegető teljes elzáródás. Tehát egy komplex folyamat, aminek egyfelől része a átáramlási keresztmetszetnek a csökkenése, másrészt a trombótikus folyamatok, amik a teljes okklúziót, illetve lesodródva ilyen perifériás elzáródásokat, embolizációkat okoznak. Ugye a sztrókot a legutóbbi adásunkban egyszer beszélgettünk, az alsó végtagi érszüklet esete az miért veszélyes? Az alsó végtagi érszüklet három szempontból veszélyes. Előjáróban talán, hogy akinek alsó végtagi érszükülete van, biztosak lehetünk abban, hogy az egész szervezete már az érszükület szempontjából valamilyen módon érintve van, tehát valamilyen módon a koszorúserek és a agyérek is szűkebbek, betegebbek. Ami a konkrét veszélyeket illeti, az három, a beteg elveszítheti a végtagját, amennyiben időben nem kezeljük és halad előre a folyamat. A másik pedig a első gondolatból adódóan ezeknek a betegeknek, és erről van is egy diánk, a negyedik dián meg tudjuk mutatni, hogy ezeknek a betegeknek bizony a szívizominfarktus bekövetkezésének a kockázata négyszeres, a szélütés valószínűsége pedig két-háromszoros. Tehát mind az alsó végtag veszély, mind pedig a társuló potenciálisan életveszélyes szövődmények azok, amik kiemelik a jelentőségét a alsó végtagi érszükület időben történő felismerésének. És akkor ez a kritikus és azt hiszem kulcskérdés, honnan lehet felismerni? Tehát a beteg mit érzékel, mit tapasztal elsőként magán? Mi az, ami miatt elinduljon az orvoshoz? Igen, nagyon jó a kérdés, bár azzal kell kezdeni, hogy sajnos sokáig tünetmentesen zajlik a folyamat, amikor nem fordul a beteg az orvoshoz. Ebben az időszakban tulajdonképpen csak annyi lehetőségünk van, hogy tudjuk, hogy mik azok a rizikó tényezők, betegségek, elhangzott már a dohányzás, a cukorbetegség, a zsíranyagcsere zavar, a fokozott alvadásra járó állapotok, amik ha fennállnak, akkor egy házi orvosnak gyanúsnak kell lenni, hogy előbb-utóbb a érszükület kialakul, és időnként a betegét ebben az irányba is megvizsgálja. Tehát ez vonatkozik a tünetmentes betegekre. Idézőjelben már szerencsénk van, hogyha tünete van a betegnek, mert az legalább orvoshoz hozza. Ennek a legelső tünetes állapotnak a neve claudicatio intermittens latinul. Ez egy sántítást jelent, a klasszikus kirakatnéző betegségről van itt szó, hogy a beteg megy 20-30-40-50 métert, és a várliában egy görcsös fájdalmat érez, emiatt meg kell állnia, nyugalomban a vérkeringés elég lesz a tápláláshoz, megszűnik a fájdalom, és újra el tud indulni. Tehát ez az az első stádium, amiben szeretnénk a betegeket megkapni, mert itt még nagyon jó esélyünk van, hogy a panaszokat enyhítsük, vagy ott esetben a keringést helyreállítsuk. Annyi megjegyzést ezt tennék, hogy ugye ennek a claudicationnak az oka az, hogy a láb izomzata kevesebb oxigén kapott, felszaporodik benne egy picikét az izomlászhoz hasonlóan is, ugye savas anyagok, ugye tejsav megemelkedett az izomzatban. Viszont nagyon fontos mérőmódszer van, amit még tulajdonképpen átléptünk, és amit szeretnék, hogyha Soltész professzor elmondana, ugye ez a BOKA karindex kérdése, ami abban jelent segítséget, hogy időben vegyük észre, hogyha az érszükület elindult. Igen, köszönöm szépen. Az alsó érszükület szempontjából nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, összehasonlítva például a koszorúserekkel, vagy pedig a gyerekkel, mert egy relatív egyszerű nyomásméréssel kimutatható a betegség. Arról van szó, hogy mind a két alsó végtagon két éren, illetve a két-két éren, illetve a felső végtagokon megmérjük a vérnyomás értékeket, és lényegében megnézzük, hogy az alsó végtagon mért vérnyomás érték, és a felső végtagi vérnyomás érték az, hogy aránylik egymáshoz, mert a felső végtagokra nem jellemző az érszükületi folyamat, amennyiben csökken a vérnyomása alsó végtagokon,
egy hányados képezve, ez úgynevezett Bokokar index, ezzel gyakorlatilag fel tudjuk állítani a diagnózist. Ugye normális esetben ez egy körül van, tehát annyi a vérnyomás a alsó végtagokban, mint a felkarokban, és ahogy ez a hányados kezd csökken, azt jelenti, hogy egyre kisebb a nyomás, és ez az index ez csökken, eléri a kóros tartomány, majd pedig, ha ez 0,5-re, tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy a alsó végtagokban annak is a láb közeli részen, a bokán mért érték, csak fele a karokon mért értékeknek, akkor ott már egy végtagvesztés veszélyes helyzettel állunk szemben. A professzor, hogyha ez felkiderül, milyen kezelési lehetőségek vannak? Tehát hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet? Tehát most térjünk vissza arra, hogy a betegnek a kirakat néző stádiumban van, tehát 100 méter után elkezd fájni a lába. Két terápiás megközelítés van. Az egyik, hogy azokat a tényezőket, amik a alsó végtag érszűkülethez és ennek a panaszoknak a fokozódása, ez drasztikusan le kell állítani és kontrollálni kell. Tehát abba kell hagyatni a beteggel a dohányzást, meg kell csinálni a vérzsírkontrollját, csökkenteni kell a vérzsír szintjét, ha mennyiben cukorbeteg, ami az egyik legnagyobb probléma az alsó végtagi érszűkületben a társuló cukorbetegség, mert nagyon súlyosbítja a helyzetet, annak a rendezése nagyon fontos, a vérnyomásnak a beállítása, tehát a idevezető rizikóknak a kontrollása, ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogy a betegnek megnöveljük a járástávolságát. Erre a legjobb a mozgástréning, tehát hogy a beteget belevigyük egy olyan akár kontrollált nálunk a klinikán, ott egy DM-be is mutatjuk, hogy a klinikán egy futópadon, hogy terheljük a betegeket. A lényeg az, hogy a fájdalom küszöb közeléig elvisszük a betegeket, hagyjuk egy kicsit pihenni, majd újra, és ezeket ismételjük sokszor, és ezek egy olyan ingert alakítanak ki, ami a kikerülő erek kialakulásához és az alsó végtagi kapacitás és funkció javulásához vezet. Nagyon fontos, nem gyógyszer, és a fizikai mozgásnak az egyéb pozitív hatásait is magába hordozó lehetőség. Ezek mellett vannak még gyógyszeres lehetőségeink, erre most nem térnénk ki részletesen, ez a vérreszkagregáció, gátlók, értágító hatású gyógyszerek, illetve végső esetben az ilyen betegnek lehet olyan tágítható szűkülete, amit egy intervenciós radiológus meg tud tágítani, és a beteg panaszai jelentősen csökkentető. Tehát a betegségek ebben a stádiumában így tudunk segíteni a betegeken. Professzor? Kérdezném azt, mert egy orvos kollégánál emlékszem arra, hogy ő kerékpározott például, és alig bírt menni valamennyit érszűkületes panaszaival, és a végén már Józsára tudott kimenni, hogy ezt a fokozatosan felépített járástréninget csinálta. Tehát én nem tudom, hogy igaz-e, hogy a kerékpározás is lehet ilyen szempontból hasznos. Igaz, csak a kerékpár egy picit más izomzatot terhel, tehát mindenképpen hasznos, de picit jobb a járás. Jobban terheli a vádlit, és ahol nagyobb a baj, ahol szűkebbek az erek, ott nagyobb terhelést tudunk elérni, de Isten őszüle beszélje van. Mert sajnos a beszélgetésünk végéhez meg is érkeztünk, de a konklúzió az nem maradhat el. Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy az alsó végtagi érszűkület legfontosabb okai a dohányzás, a cukorbetegség, az érelmesedés, és ez sajnos nem csak az időskor betegsége. Az érszűkületes sántítás, klaudikáció életmódváltással, a dohányzás abbahagyásával, mozgásterápiával, gyógyszerekkel még többnyire eredményesen kezelhető. Ha a tartós keringési zavar a végtagon gangréna, tehát elhalás kialakulásához vezethet, ez sajnos már amputációval jár. A heveny végtagi artériás elzáródás, amire sajnos nem volt időnk, hogy erről részletesen beszéljünk, azonnali rögoldó kezeléssel vagy műtéttel sikeresen kezelhető, és ezekben az esetekben a végtag megmenthető. Hát nagyon szépen köszönjük a sok érdekes információt és hasznos információt. Hát minden esetre megint csak odajutottunk, hogy az egészséges életmód sok mindent megelőz. Ezt is. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm. Köszönjük a lehetőséget.
Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!